Újabb botrányos tény derült fény Bajnai Gordon házatájáról. Egy elítélt bűnözővel szövetkezett a választási győzelemért Bajnai Gordon. Egy bűnözővel közös kampányt folytat Komáromban Bajnai Gordon. A mafiózók körökben Kis Görbe névre hallgató, kétesérű vállalkozóval folytatott Komáromban Bajnai Gordon közös kampányt. Bajnai Gordon szövetségesét korábban jelentős értékre folytatólagosan elkövetett orgazdaság miatt jogerősen elítélték, két évre felfüggesztették a büntetés végrehajtását. Bajnai Gordon új szövetségese egy olyan bűnbandát vezetett, amelynek a fő profilja az volt, hogy dunamenti motorcsónakokat loptak el. De egyébként más bűncselekményekben is hírnevet szerzett Kis Görbe. Jelentős értékre bűnszövetségben elkövetett lopás kísérlete miatt is folyt ellene büntető eljárás. Kis Görbe és bandája tankhajókról is megpróbált lecsapolni 30 ezer liter benzint. De hát az erkölcsi bizonyítvány feltétele vagy megléte messze nem szükséges Bajnai Gordonéknak ahhoz, hogy szövetséget kössenek bárkivel is. Az ilyen mafiózó múlt az nem akadály, bármi áron szövetséget kötnek bárkivel, mint mondtuk, még bűnözőkkel is. Egyébként a mafiózók körökben Kis Görbe névre hallgató, igen kétes hírű vállalkozóval még közös kampányrendezvényt is szerveztek. Bajnai Gordon és Kis Görbe idén májusban egy komáromi szállodában tartottak közös kampányfórumot. Hát az éjszakai életben, tehát Kis Görbére hallgató ember ezúttal egy civil egyesület vezetőjeként áll Bajnai Gordon mögött, és egy civil egyesület vezetőjeként támogatja Bajnai Gordon választási kampányát. Hát ilyenek hát ez a bukott baloldal, együtt bűnszövetségben bárkivel. Gyurcsány, Mesterházy, Bajnai, bűnözőkkel együtt, kémekkel, kisgörbékkel, portikokkal készül a választásokra.